Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Jeneiné dr. Rugovszky Csilla, 5. kerület alpolgármester. Kezdi csókolom. Szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Köszönöm, hogy miattunk fölkelt. Önnek most már legalább a második kadenciája óta egy iszonyú érdekes témával foglalkozik, mégpedig a digitális innováció az idős ellátásban, ez a legújabb munkacímünk, és okos otthon. Mi az, hogy okos otthon? És ez most nagyon aktuális is, mert hát a járvány az éppen megint pörög fölfelé. Hogy fogjuk, milyen ez az okos otthon, és hogy lehet megvédeni őket egyáltalán a járványtól, és hogy lehet őket éppen egészségesen védeni? Hát engedjék meg, hogy azért azzal kezdjem, hogy az okos otthon az nem csak úgy lett valamiből, hanem 2013 óta végzünk átfogó kutatásokat Magyarországon. Én magam egyébként a PhD-met is ebből a témából írtam. Itt az volt a cél, hogy megkérdezzük a 80 év fölötti időseket arról, hogy milyen olyan szolgáltatás csomagra lenne szükségük, ami a házi segítségnyújtást, amely ugye egy önkormányzati szolgáltatást kiegészítve hozzásegíteni őket ahhoz, hogy a jól megérdemelt nyugdíjas éveiket saját otthonukba tudják tölteni. Nagyon érdekes válaszokat kaptunk, de szembe kellett nézni, hogy az egészségromlások akadályozásában, az ellenük irányuló bűncselekményszám csökkentésében, illetve egy nagyon fontos kérdésben a magányuk enyhítésében kértek segítséget. De ezt humán erőforrással olyan mértékű az igény, ma Magyarországon a lakosságunk 18,6%-a 65 év fölötti, és közel 5%-a 80 év fölötti. 2030-ra 9 millió lakosra több mint 600 ezer 80 év fölötti lesz. Ez olyan kihívást jelent a családoknak is, és az ellátórendszernek is, hogy muszáj volt a 21. századi technológiát segítségül hívni. Először egy lájtosabb dologgal próbálkoztunk, illetve hát 3 éve fut egy program, ahol a egészen időseket, akik korábban a munkaerőpiacon nem tanulták meg a számítógép használatát, őket megtanultattuk számítógépet, internetet használni. Célunk volt, hogy a magányukat enyhítsük, olyan infokommunikációs játékokat tanítsuk nekik, amik a kognitív képességcsökkenést akadályozzák. Bekapcsoltuk az Országos Rendőrfőkapitányság programját, az őket ért esetleges bűncselekmények elkerülésére bűnmegelőzési Skype konferenciákat rendeztünk. Most egyébként a járványügyi helyzetben online vizitet az idősek számára, mert én úgy ítéltem meg, hogy nem maradhatnak ellátatlanul. Mennyire vannak becsatornázva az 5. kerületi 80 éven felüliek? Hát ők nagyon, de most ez már országos, mert hogy ez a része a programnak már 480 településen fut az országban, és 116 diszpécser központból az ország legkülönbözőbb pontján irányítjuk ezt a programot. A költségvetésbe? Hát erre a pénzünk a Belügyminisztérium támogatásával van. Egyébként 2022. december 31-ig azt kell tudni, hogy maga a program nagyon olcsón működtethető, ami nagyon nagy jelentőségű, az a közfoglalkoztatás, ami a segítség, de azt tudjuk, hogy ráadásul ebben a programban a résztvevő közfoglalkoztatott kollégák átfogó képzésben vettek részt, tehát informatikaiba is, hogyha később a munkaerőpiac megint a mostani rosszabb gazdasági helyzet miatt föllendülne, akkor olyan piacképes tudásuk legyen, hogy el tudjanak helyezkedni, de szociális érzékenyítést is kaptak, tehát tulajdonképpen mielőtt bekerültek a programba, egy fél éves képzésen. Ebben a programban mennyire vannak benne a szociális munkások? Mert nekem úgy tűnik, hogy napjaikban nélkülük nem is lehet, az egyetemek egymás után öntik ki a szoc munkásokat. Nekik már az első perctől kezdve nagy szerepük volt, hisz azok a kollégák, akiket felvettünk közfoglalkoztatottként, először is az ő kezük alatt beletanultak valamilyen szinten a szakmába. 2016 óta Magyarországon a házi segítségnyújtás nemzetközi példára oszlik személyes gondoskodásra és szociális segítésre. A szociális segítéshez nem kell kifejezetten szakképzetnek lenni. Ez a takarítás, bevásárlás, gyógyszerkiváltás, ezek voltak a legfontosabb olyan célkitűzések. De van ebbe gyógytorna, van ebbe okosóra,
Minden van. Van ebben okosóra, az okosóra azt viszont kizárólag a szociális ellátórendszerben lévő kollégák működtethetik. Az a program egyébként ma a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság alá is tartozik. Annak a részének a része, hogy egy okosórát üzemeltessenek, ami folyamatosan figyeli az idős életfunkcióit, és bármikor ő maga is beszélgetést tud kezdeményezni egy jelzés leadásával. Ez rendkívül fontos. Ezáltal gyakorlatilag már a modellprogramban is két alkalommal is életet tudott a program menteni, ugyanis a sztrókot tudta olyan időben előrejelezni, hogy az idős ember kórházi körülmények között műtőasztalon vészelt át a sztrókot, és hát az egészségben dolgozók azt a felvilágosítást adták nekünk, hogy ilyen esetben, ha azonnal közbe tudnak avatkozni, akkor további maradandó károsodás az időst nem éri. Ezért is nagyon fontosnak tartjuk. És erre az országos programra, ami gyakorlatilag most már abban a szakaszban jár, hogy a 74 éves átlag életkorú 5000 időst megszerezték a digitális kompetenciákat, most az a legfontosabb célunk, hogy esetleges későbbi járványügyi helyzetre teljesen profin fölkészítsük őket az elektronikus ügyintézésre, mert szembe kellett néznünk mindannyiunknak azzal, hogy aki a karantén időszak alatt nem tudta a netet jól kezelni, az nem tudott olyan teljes értékű állampolgár lenni, mert csomó mindennel csak úgy tudott kapcsolatot teremteni az időseknek, nagyon nagy segítség. Hogy meg kell, hogy a monológiát szakítsam. Hogy vészelte át 5. kerület, mert ön azért országos program, mert mégiscsak az 5. kerület alpolgármestere. A kerületbe hogy vészelték át az idősek? Mennyi önkéntes volt? Mennyi embernek kellett menni a programon kívül is bevásárolni, vagy ellátni őket, a gyógyszereket kiváltani, illetve emberi hangon hozzájuk szólni? Először is úgy kezdeném, hogy belvárosban 2000 fölött van a 80 év fölöttiek száma. Ugye a kormány az önkormányzatoknak azt a feladatot adta, hogy 70 év fölött segítsünk az időseknek, mi úgy döntöttük, hogy 65 év fölött mindenkinek. Megmondom őszintén, hogy átköltözöm az 5. kerületbe, igen. Megmondom őszintén, hogy igyekeztünk mindenkit, akinek volt vagy vonalas, vagy bejelentett mobiltelefonja, azt elérni telefonon, és kifejezetten személyre szabottan megkérdeztük, hogy miben tudunk segíteni. Ami általános segítség volt természetesen a gyógyszerkiváltás, amit úgy csináltunk, hogy ez nagyon nagy segítség volt az e-recept, ugyanis az önkormányzat megelőlegezte ezeket a gyógyszerkiváltásokat. Minden héten egyszer összegyűjtöttük, hogy kik kérték ezeket a gyógyszereket, kiváltottuk a részükre, és csak utólag kellett nekik, amikor megkapták már a gyógyszereket, megtéríteni. Tehát nem kellett kétszer menni hozzájuk. Nem kellett kétszer menni hozzájuk, és nagyon profin meg volt szervezve. A házhoz szállítás az étkezéssel is, ez se kellett olyan személynek lenni, aki korábban a szociális ellátórendszerben van, hanem 65 év alatt bárki, aki kérte. Tehát nem a szociális, gazdasági állapotára, hanem életkorára való tekintettel érkezett. Tehát az... Nem tettünk különbséget. Én azt gondolom, ez tudom, hogy mindig vita, de azt gondolom, hogy ez nem, időskor... ez nagyon pozitív, ha nem tesznek különbséget. És hogyha nem bejelentés szerint, hanem önök kezdeményezték, mert nagyon sok ember, én nagyon sokáig tanítottam egyetemen szociális munkásokat, és ismerem a pácienseket is, nagyon sokan szígyelik is magukat, hogy segítséget kérjenek. Ezért sokkal pozitívabb, hogy önök fordulnak hozzájuk. Hát egyrészt meghirdettük, hogy lehet gyógyszerkiváltást, bevásárlást kérni és étkezést, de azon túl meg is kerestük őket, hogy egyéb problémáik nincsenek. Volt olyan két idős ember egyébként a kerületben összesen, aki kikerült a kórházakból, és ők idéglenesen kértek azt, hogy például kötözésbe, tehát nem olyan súlyú betegségek Milágos. Voltak, amit a sajtóban hallottunk, de azért volt olyan, akinek nehéz lett volna mondjuk elmenni a szakrendelőbe. Vesztettek el idős embereket a korona alatt? Nem, de nagyon oda is figyeltünk, hogyha tudtuk, hogy valaki kikerül a kórházból, akkor a szakrendővel és a család orvosokkal együtt megoldottuk, hogy teljes mértékben megkapják az ellátást. Hú, ez most nagyon jó is, pozitív is, meg negatív is, mert most az összes nézőnk el akar menni 5 kerületi lakosnak lenni. Ezt akkor kiemelkedően oldották meg. Hány emberrel dolgozik a kerületben? Azon kívül, hogy alpolgármester is, ez a nemzetközi BBMR ezekről tart előadást, mint ahogy hallottuk a PhD-ét, én már tudtam korábban is ebbe a témába írta, mivel foglalkozik még ezen kívül, ha bár ez is maga már egy hatalmas szelet. Hát a belvárosban van most egy modellprogram, amiről ön rá is kérdezett, ez az okos otthon, aminek kifejezetten az a célja, hogy olyan összehangolt informatikai eszközöket tegyünk össze, ami elő tudja segíteni, hogy az idősek
ne kelljen bent lakásos intézménybe kerülniük, és ide aztán tényleg a 21. század egyik legújabb újítása, a mesterséges intelligencia van segítségével. No, halljunk erről. Itt ez egy pilot program, 15 időst választottunk ki különböző betegségcsoportokba egy véletlen kiválasztással. Az volt a célunk, hogy megkérjük őket, hogy különböző eszközöket, itt kiemelném az okosórát, kiemelném a hűtőszekrény nyitás érzékelőt, a gyógyszer adagolót, de hozhatnánk bármely vagyon személybiztonságot érintő kérdéseket, vagy a szénmonoxidmérőt akár. Összehangoltuk, és maga a mesterséges intelligenciára épülő központi rendszernek az volt a feladata, hogy ezeket szelektálja. Egyrészt a tesztjeleket kiszűrje, másrészt egymással összehangolva azt nézze, hogyha például egy idős nem nyitja ki a hűtőszekrényt mondjuk egy napon keresztül, akkor az miért van? Azért, mert nem evett, vagy azért, mert elhagyta az otthonát. Ő különbséget tud tenni, tehát az összes érzékelőt egyszerre tudta érzékelni. És múlt vasárnap a szénmonoxid mérő déli fél egykor, tehát közvetlen ebédidő alatt életet mentett, egy idős hölgy volt otthon, nem is egyedül, hanem egy családtagjával ebédeltek, nem érzékelték ugye a szénmonoxidot, de mivel nagyon jó helyre, a plafonra volt elhelyezve, azonnal mérte, hogy a szénmonoxid szivárgás van, azonnal egy kedves hang fölhívta őt telefonon, nem megijesztette őt egy hangos, és nagyon szépen megkért, hogy hagyja el az otthonát, de mindent nyisson ki. Kimentek, és az ellátórendszer elhárított a problémát. És tulajdonképpen mondjuk ki két ember életét is meg tudta menteni ez az okos otthonrendszer, de nekünk az a célunk, hogy egyedülálló idős embereknél azt minél késleltessük, hogy bentlakásos intézménybe kelljen bekerülniük, mert mindenki otthon szeret lenni. Az én anyósom is, aki 81 éves, és hát önnála is ez a Az én anyukám már 96 éves, és ő nem igazán tudja ellátni magát, és egy a nevét nem mondjuk ki, egy ilyen elit szállodából alakult hívjuk idős otthonnak, nem hívnám idős otthonnak, mert mindenkinek megvan a saját szobája vagy apartmentje. És nyugdíjas ház talán. Olyasmi. Annál sokkal jobb. Annál hatalmas sokkal. Könyvtárral, uszodával, gyógytornászokkal. És nagyon érdekes, hogy például nem engedik, hogy elhagyják magukat, tehát aki nem megy föl az étterembe ebédelni és válassza ki magának az aznapi menüt, hanem room service-t kér, akkor ha éppen nem beteg, akkor nagyon keményen a számláját beszámlázzák neki, hogy tanulja meg, hogy igenis föl kell menni, tehát nem hagyjuk el magunkat. És érdekes, ebben az otthonban sem volt, ez nem a reklámhelye, sem a ott lakók, sem az ott dolgozók között egyetlen megbetegedés sem. Igaz, hogy nem is lehetett bemenni, meg igaz, hogy most is csak úgy lehet bemenni, hogy az embernek még a cipőjét is fertőtlenítik, lázmérés, és a többi, és a többi. Én azt gondolom, hogy ezt egyen lehet kiszűrni. Mi azt csináltuk, hogy nekünk van gondozóházunk és nyugdíjasházunk, és a gondozóház az ilyen átmeneti elhelyezés, 15 fős, az egyik idős hölgy kórházban volt. Két negatív tesztelért érkezett vissza ugyan, de mi ennek ellenére 14 napra elkülönítettük, egy televíziós egy ágya a szobába. Nem szeretett annyira egyedül lenni, de a televíziót, hogy mindig ő választhatta meg a csatornát, azért szerette. Nem volt beteg, de nem vállaltuk a kockázatot. Tehát tudtuk azt, hogy a teszt az 99%, még két teszt is, mi az 1%-ot sem kockáztattuk meg, hogy ott bárki megbetegedhessen, hisz itt az idős otthonokban, igen, általában jóval 80 Az ország minden városában, minden kerületében föl vannak így készülve az idős ellátásra, mint az 5. kerületben? Őszinte lehetek? Én nagyon sokat jártam az országot, hátrányos helyzetű kis településeken is, és én nagyon lelkiismeretes polgármesterekkel és szociális ellátórendszerekkel találkoztam, tehát mindenki az anyagi lehetőségeihez képest a maximálisan kiemelten igyekezett az időseket segíteni. Az országos programba mi a kollégák felével beszálltunk abba, hogy a helyi ellátórendszert megsegítsük, gyógyszerkiváltás, étkezés, biztosítása, bevásárlás szempontjából, és én csak arról tudok beszámolni, hogy minden polgármester nagyon komolyan vette, akiknek a munkájára én rálátok. Tovább, így tovább, és ezt a nagyon érdekes tanulmányt önök miatt, majd hogyha az alpolgármesternő beleegyezik, akkor a Heti TV weboldalán közé is tesszük, és a brailleprez.com-on. Ez az Esély című folyóiratban megjelent. És érdemes elolvasni. Jó pár oldal, jó nagy betűkkel van szerkesztve, hogy mindenkinek könnyű legyen elolvasni, és ebből kiderül, hogy mennyire fontos az ország vezetésének.
az ország embereinek, hogy az idősek, a szépkorúak is minél tovább legyenek nálunk, és minél tovább jól is érezzék magukat. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában Jeneiné, dr. Rubovszky Csilla, 5. kerület alpolgármestere volt a vendégünk. Most előzetesek, és úgy látszik, hogy ma női napunk van. Következik egy politikus és egy szakszervezeti képviselő, dr. Gurmai Zita és Herceg Mária. Tartsanak velünk!